Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna 7 Days Tudás sorozatának egy újabb része. Nem tudom, hogy hanyadik vörös éjszakánál vagyunk igazából most, de a videó leírásában, a videó címében benne van nagy eséllyel. Na, figyeljetek, még mielőtt bármibe is belekezdenénk, előbb el kell rohannunk és egy-két dolgot le kéne raknunk, mert igazából semmit nem készítettem itt csapdákat. Úristen, várjatok, nincs is nálam nyersanyag, hogy készítsek csapdákat, nem itt kell, nem is itt vannak a csapdák, ezt szeretnék. Ebből szeretnék kettőt, és ebből egy négyet. Az úgy teljesen jó lesz nekünk. A következőre gondoltam igazából ezt a külső ajtót, ezt kb. Felesleges nekünk becsukva hagyni. Úgyis szét fogják venni egy pillanat alatt, igazából azokkal lelassítom, és majd az ütögető barátunk, az majd jóformán kiütögeti őket innen a fenébe. Ó, ez egy nagyon logikus mozdulat volt, ne csináljátok ugyanígy, ezt ne ismételjétek meg otthon. Jó, igazából ki akartam rakni még kintre is, de mindegy, akkor kintre nem fog kerülni. Ahova fog, az lesz itt egy, ide is, oda felesleges lesz. Ide is fog kerülni egy, ide meg nem rakunk azt hiszem, de rakhatunk. Így, ide is rakunk, ha betörik az ajtót, akkor jók vagyunk igazából. Még talán tudnék készíteni egy-kettőt. Bár nem számítok arra... Na. Úgy. Bár nem nagyon számítok arra, hogy egyébként feljutnak idáig, de... Ha mégis feljutnak, akkor... Akkor van már ott is csapdánk. Na, Trader Joe bezárt. Mik vannak nálunk? Oké. Okay. Pisztoly, jó, a pisztolyban van lőszer most már, és a shotting. A shotting az nagyon használva lesz, én úgy érzem. Talán ezt a csapdát meg nem kellett volna lerakni, és akkor tudnék lőni innen is. Ez az. Így még talán azt mondom, hogy ez így még működhet. Egy lámpát kapcsoljunk, és akkor jobban látunk. Na. Elég sok zombi fog jönni, mert dupla annyira van rakva, mint általánosságba véve. És még ezen a bázison nem próbáltuk ki, hogy milyen. Szóval nem tudom, mire számíthatunk. Lehet, hogy ezután rengeteget kell javítani, ami... Hű, azt annyira nem szeretném, megmondom teljesen őszintén. Tök szépen megépítek egy bázisocskát, meg minden, aztán utána elég csúnyán leamortizálják. Le tudják pontosítva amortizálni. Na. Lássuk, remélem nem erről fognak ütögetni, mert ha erről ütögetnek, akkor kicsit idegesíteni fognak. Jó, jönnek hátulról, az már elég biztos. Hopp, ott is van egy. Oké, egyelőre jól működik az ütögető. Aha, jönnek, folynak befele. Akkor ezt csukjuk be. Lehet, jó lett volna hozni valami... Te honnan az anyádból jöttél át? Már nem azért. Hú, várjatok, ezzel foglalkozni kéne itt, mert... Beütik azt az ajtót, onnantól kezdve végünk. Azt az ajtót ott úgy tűnik, hogy elszúrtuk. Lehet, a mögötte lévő fal se fogja olyan sokáig bírni. Egy frémet szeretnék. Ezt itt visszarakni. Itt megmondom, szerintem az történt, hogy keresztül esett a blokkom. És bennmaradt. Ahogy becsuktam az ajtót. Nem ásszál fel rá? Nem ásszál fel rá? Én mondom neked, ha felmászol rá... Ú, nem hoztam vizet. Pedig kellett volna víz. Ne másszatok már egymásra! Edjen meg a pici szíveteket! Nem túl sok csapdánk van, ami megállítja őket, az a helyzet. Nagyon kíváncsi vagyok, mi történik a lyukban, de tudjátok, mit csinálunk egy olyat, hogy felmegyünk. Itt van az indivalóink, egyet elhozunk. Van valami kajánk? Nincs. Akkor ezt megesszük. Jaj, az ajtó már nem áll olyan jó állapotban, mint kéne neki. Jó, ennyi.
Egyelőre ez a rész, ez itt jól működik. Én amitől félek, az az árok részünk, amiben belökjük a zombikat. Tehát beütjük őket, és attól félek, hogy az történik jelenleg, hogy éppen ássák ki a föld alatt a dolgokat. Nem akarsz felállni? Te veled nem tudom mi volt, de azt hitted, hogy át tudsz jönni. Hát clearly tévedtél. Ahogy ne. Ez a rész jó, mert itt el tudom élni őket. Mivel kevesen jönnek az ajtókhoz, azért attól félek, hogy sokan a lyukba vannak. Sokan a lyukba vannak, és jelenleg verik szét alul a bázist. Ezt meg se tudom nézni éppen most. A forgópengét jó lett volna beépíteni, csak nem bírok még acélt készíteni. Bár mondjuk egy hétre az a védelem, és akkor nem tudtuk volna megjavítani, az most nem lett volna egy nagy probléma. Na igen, hát téged hogy verlek szét? Jó, azt hiszem meghalt. Igen, úgy tűnik nagyon, hogy... Wow. Igen, nagyon úgy tűnik, hogy elkezdték kiásni a bázis alatti részt. Nagyon úgy tűnik. Semmi baj, erre számítottunk, bár nem arra, hogy így alattam elkezdenek ütögetni. Nem baj, ez addig fogjuk túlélni itt lent, ameddig csak tudjuk. Annak az ajtónak annyi ott a háttérben. Az kilili látszik. Ezek a zombik, mennyien vagytok. Úgy tűnik kiírtottam itt alul a fajtátokat. Na, azt az ajtót javítsuk meg. Ha? Miért hátulról jöttök? Ne jöjjetek hátulról. Ennek nem örülök, hogy innen hátulról támadnak. Eddig tök jó irányból jöttetek, most mi a bajotok? Illetve ti miért nem akartok fölmenni? Gondolom azért, mert ez rövidebb útnak tűnik, mint a... De nektek miért tűnik ez rövidebb útnak? Mármint clearly nyitva van az ajtó. Na, ne ugráljatok már egymás hegyén hátán. Ezt nem tudom megjavítani. Nem kell sokáig bírni. Oké, ez... Mi van akkor, hogyha feljövök? Oké, nézzük meg, hogy most így hogy működik az egész mindenség. Kíváncsi vagyok most, hogy így följöttünk a következő szintre, mit csinálnak jelenleg. Ezek clearly el tudom húzni őket ide. Ha ott lenne egy forgópeng, akkor sokkal jobban működne. Oké, nézzük meg, hát feljöttök. Lenti ajtót azt hiszem kinyitottam. Igen, nyitva van. Ez az asztal ide nem jó. Nem bírok így oldalasan állni ide, így ebből az irányból nézni, hanem csak így tudok állni. Ti vajon mit csináltok? Sokan vagytok föld alatt, azt clearly látom. Ó, beszédültünk. Ezt orvosoljuk addig, ameddig ezek itt, nem tudom, széteszik a ház alsó részét. Éjni, fejfájás most már nem is lesz. Kicsit szomjasak lettünk, de nincs probléma. Na?
Ha jönnek. Ó, tudjátok mi lesz a probléma? Ez itt. Ugyanazon okból, mint a streamben, az élőadásban volt. Azt hiszik, tehát egy blokknak érzékelik, és nem tudnak följönni. Nem örülök neki, hogy a shotgun ennyire átmegy keresztül rajtatok. Oda literally, oda konkrétan azt kell csinálnom, hogy egy lyukat hagyok. Na mi van? Ó, Jézusom. De miért ragaszkodtok ehhez a részhez? Hát előbb már nyitva volt két ajtó. Konkrétan be tudnátok jönni egy másik irányból. Nézzétek, ebből... Ja jó, ez nem ellenünk van, zombi. Jaj. Hirtelen hadciznom kellett. Na, erről. Srácok. Gyertek föl. Ne ott álljatok lent. Nem leszünk jobban, hogyha átalakítom azt a lenti helyet, és még mindig arról akartok majd jönni. Hello. Igen, ezt hagytuk ki a játék, vagy hát a vörös éjszaka elején igazából ezt a pontot, hogy innen is ütögessem őket. Lehet alapvetőleg az a problémájuk egyébként, hogy fogták és szétverték ezt a blokkot. Így nem tudnak keresztül jönni. Okay, megütötte az ütő, az ilyeneket hallom. Hoppá, hoppá, hoppá. Üdvözlet. Mindjárt kifogyunk a shotgun lőszerből. Nem örülünk nektek, hogy keresztül fértek azon a ponton. Ez egy olyan fejlesztés, aminek nem örülök. Nem baj, majd valamit kitalálunk oda, egy ilyen kis valamit, ami szűkíti a helyet. Egy blokkot. Ja, de akkor nem bírom ezt a vackot lerakni. Ó, oh, baj. Na hát igazából egészen megjártuk ezt a kalandot most. Meglátásom szerint. Visszarakjuk ezt a blokkot megint csak. Mondom, visszarakjuk, köszönjük. Ó, de mögéjük nem tudom, valami rácsot kell készíteni, hogy van. Júj, ez nem jó ötlet volt. Jó, oké, ezt egész gyorsan elintéztük. Lehet ide felülre is rácsot kéne raknom. Igen, és akkor megkímélem magamat ettől az egésztől, és csak lövöldözünk. Tehát nem ütögetünk ki, csak lövöldözünk. Hogy állunk? Még mindig vagytok egy csomóan, de közben meg alul ütögetitek. Szerűjtsük vissza. Lili nem olyan erős a bázis, mint gondoltam, hogy lesz. Ezt szerintem beláthatjuk mindannyian. Ti mit csináltok? Azért nem jönnek, figyeljetek, most azért nem jönnek, mert szétbontották az útvonalat, amin fel tudnának jönni. Látjátok, figyeljetek, és jönni fognak újra. Hoppá, üdvözlet. Au. Kicsit nagyot üttök, nem érzitek úgy? Már az életem már most 50-en van. Hol van ilyen gyógyszer? Ez gyógyít? Ez is gyógyít, nagyon jó. Hát akkor ezt is bevesszük. Oh, yeah. Yeah, boy. Kell az az aspirin. Na, mindjárt fel kell a nap. Megint szétütötték. Tudom, az útvonal megtalálótok, az valahogy nem a régi, azt kell mondjam. Úgy tűnik, nem ismerlek titeket olyan jól, mint régebben ismertelek. Szétveritek azt az útvonalat, amin fel tudnátok jönni.
Na mindegy, hát igazából 15 másodperc kb. Ezt vége az egésznek. Ujjaj, hey! Ne verd szét még jobban a lépcsőmet! Beleütközök a... What? Mibe sérültem? Vagy a leköpős, vagy valami hasonlóban sérülhettem. Szétlövöm a lépcsőnek miattad. Ez nagyon rossz volt. Azt hittem végem van. Boy. Ó, boy, de csúnya lett volna meghalni itt a vörös éjszaka után. Gyere! Ó, azt hittem meghal. Te sokan vagytok még! Ne köpködjél, mert oda megyek, a szájba raklak. Akarom mondani. Ólommal. Megtöltöm a szádat ólommal, aztán azt köpködjed. Még az sem lenne sokkal jobb. Jó, úgy. Ó, ez a robbanós már nem felrobbant itt előttünk. Na, a helyzetfelmérés. Igen, ezt a részt itt kibontották. Francba. Ezt elég csúnyán szétszették. Útot szereztünk elég rendesen, van itt egy terrajz, nem egy terrajzunk, ez mi, ez egy treasure map. Loot, elásva. Itt az elején kevesebbet romboltak, mint gondoltam, hogy fognak. De az alját jobban rombolták, mint számítottam rá, hogy fogják. Megmondom őszintén, az aljára nem gondoltam, hogy ennyit fognak rombolni. Copy shape, úgy. Ezt is javít. Ezt is javít, hát ez itt... Igen, itt ez a lyuk kb. Meg is maradhatna. Most nézem, hogy ez a részt itt, ezt a részt is szana széjjel verték. Meg ugye persze ezt is. De hogy ezt minek támadták, az egy apró érdekes kérdés számomra. Tehát az elején nem támadták, az elején körbe mentek, aztán utána elkezdték támadni. Szóval ez ilyen fura nekem. Hogy nincsen semmi helyed. Dobjál le mindent, ami van itt nálunk. Ide is mehet. Ide is, ami van. Ide is. Ide nem tud semmit se. Ó. Szóval nálunk van egy csomó elektronikai cucc még. Meg olyan kaják, amiket nem dobott le, mert nem tudta, hogy oda kell rakni. Nem baj, ezt is lerakjuk. Jó, ezek is mehetnek le. Ide is tudunk bedobálni. Ide már dobált is egy csomót. Én, most egyelőre igazából ennyi elegendő is nekünk, hogy ennyit eldobált. Nem, ebből csak egy részt. Recipes, készíts nekünk ilyeneket. Hogyne. És akkor most lesz elég cobblestone, hogy javítgassak mindent. Ezt a föld alatti részt, azt át kell alakítanunk úgy. Nem tudom, hogy talán van itt valahol ilyen blokkunk, van itt ilyen blokkunk, jó, ezt is magunkkal visszük. Tehát a föld alatti részt azt úgy kell átalakítani. Milyen cipőnk van? Ja, futócipő, jó. Hogy ilyen blokkokkal ki kell tömnünk. És... Jön egy zombi. Nem is egy, figyeljetek meg. Ó, Istenem. Miért? Most ért véget a vörös éjszaka 2 órája. Nem lehetne, hogy nem. Oké, majdnem annyi lőszerünk van, mint amennyivel kezdtünk.
De gyenge vagy az ütővel, bro. Nem, ne lőj mellé. Úgy. Nem hiszem, hogy meghaltak, de... Negy. Hát ezek ők még élnek. Így, oké. Szóval, amit akartam. Ezt a részt itt nekünk. A fát üssed, légy szíves. Oké, úgy. Ehhez kellenek nekünk eszközök. Szóval, hogy értsetek, mi történik, ameddig itt gondolkodom rajta, hogy mit merre, hogyan, ezt igazából így be akarom így építeni. Tehát az a célom, hogy ilyen bekövezzük rendesen. Mint ahogy régebben is volt. És így feltételezésem szerint arra jönnek majd rá a zombik, hogy nem éri meg annyira ezeket ütögetni, hanem érdemesebb körbe menni. Ez a célom igazából. Ezt az alsó részt teljesen be fogjuk kövezni. Hogy azt se érezzék, hogy érdemes legyen szétverniük. Az alját. Ezt a részt mondjuk nem kövezzük be, ez kinda feleslegesnek érzem. Azért csaptak rendesen a falaknak. Ú, ezt én lőttem ennyire szét. Ez nem az ő hibájuk, ez én voltam. A shotgun annyira nem fal pozitív. Szóval... Egyrészt mondjuk ezeket is be kéne tömni. Jó, akkor ezt lebontjuk, és helyette inkább ilyen wood frame-eket képszítünk. 10-et rakjál össze. Lehetne kövekkel berakni őket, de úgy vagyok vele, hogy inkább fával rakom. Mert az olcsóbb nekünk most. Jó, azt meg kéne várni, hogy elkészüljön. Én számítottam a rombolásra, de nem számítottam arra, hogy ennyire alattunk rombolnak majd. Arra gondoltam, hogy a falakat ott is azt mi sebezte például. Az egy számomra egy érdekes kérdés. Ezeket be kellett volna kövezzem. Még mielőtt lefestjük őket. Jó, akkor a fákat nagyjából fel is használjuk, ami van nálunk. Ezzel a résszel mi legyen itt? Legyen egy lyuk! És legyen kerítés! Ilyen rács, ez kész. Ehhez is kell pém. Ezt is elvesszük, hogy ebből is legyen nálunk. Csapjuk le ezeket a köveket, azt akkor fejlesszük be itt mindent. Ez el fog tartani egy darabig. Igen, nem véletlenül nem csináltam meg eddig. Pedig eddig is gondoltam, de... Egy kicsit eltart egy darabig a jelenlegi eszközeinkkel ezeket mind szétverni. Lehet, hogy csak azokat a részeket kéne, amiket kiütöttek. Látjátok, például az ilyen dolgok, azokat megcsinálhatom videón kívül, de azok is rengeteg ideig tartanak. Már mindig, ha videón kívül csinálom meg, még akkor is ugye megcsináltam, szóval... Én nekem akkor is túl kellett élnem egy ilyen szenvedést. Így, ezek bekövezve. Jó, ez eddig elég okés. Lehet nem bírtak följönni, az volt a problémájuk. Lehet kéne készíteni lépcsőt. Egy ilyen felvezetőt, egy teljes lépcsőt idáig. Építek egy teljes, sima feljárót, hogy gondolkodniuk se kelljen nagyon azon, hogy merre akarnak följönni, vagy nem akarnak följönni. Tehát a lehető legkényelmesebb legyen nekik följutni. Nagyunk, ez nem 3x3-as. De forgópenge nem fog elférni, ha csak nem hagyok egy lyukat itt neki. Ha. Jó. Valahogy oda kell figyelni erre, hogy a forgópenge itt elférjem. Nem azt akartam. Oké, akkor tovább fejleszjük. Egy, ahelyett, hogy kiütöm, ez így jobb. Így né. Szóval ugye ide szeretném a forgópengét, a forgópenge 3x3-as, szóval ezt itt lyuknak ki kéne hagyni neki. És azt meg is tudjuk igazából ejteni. Jó, ez csak homok. Nagyon jó. Ez is az, ugye? Óhó, nagyon jó. Hát akkor így könnyebb dolgunk lesz. Szóval ide mehet,
Oda már nem mehet. Tehát ezekre a pontokra, ezeket a pontokat még egyen lejjebb kéne vinni. Az már kő. Az már ott kő. Ne kérdezzétek, hogy ez a része hogy kő, hogyha az ott föld volt, de mindegy. Látszatra nekem teljesen ugyanolyan az egész. Tehát nem látom a különbséget. De sokáig tartasz. Hopp, egy kis mézet enni kéne, hogy le tudjuk ezt a betegséget minél hamarabb. Ne legyen belőle probléma. Itt a kajánkkal úgy... Lehet nem vagyunk a legjobban. Készíts ilyeneket. Úgy van. Tojásunk esetleg? Van két tojásunk. Azt hiszem az elegendő egyre. Igen. Nagyon jó. Maradék húst megtartjuk, hát ha később lesz mit még készíteni. Na, amondó vagyok most. Egyelőre ennyi itt elegendő. Most jó lesz ez így, majd később még folytatjuk. Még amit lehetne csinálni, várjatok, ezt copy-shape-eljük. Ezt itt visszaépíteni. Ezeket megjavítani, ezeket a rácsokat. A falakat előbb kiütötték, mint a rácsot magát. Még egész jó ilyen, mert akkor az azt jelenti, hogy a rács az elég jó. Ez elég ellenálló. Remélem, hogy erre nem jönnek majd többet. Jó, szóval igen, nem vagyok 100%-ig benne biztos, hogy miért akartak erre jönni. De hé, figyeljetek! Erre jöttek, az kész. Szerintem egyébként amiatt, mert keresztül ütögették itt valahol a talajt, vagy nagyon sokan leestek, vagy valami megakadályozta. Egy csomó minden befolyásolhatja azt, hogy most akkor merre mennek. Tehát mint amikor leraktam ide a csapdát is, akkor úgy érzékelték, hogy oh no, nem tudunk arra menni, verjük szét alatta a helyet. Azért kezdték el itt ütni. Na jó van, figyeljetek, remélem tetszett ez a videó. Remélem jól szórakoztatok. Szerintem egy kicsit izgalmas vörös éjszakánk volt. És legközelebb már egy picit talán jobban fel tudunk készülni most az újonnan tanult információkkal. Például ez a föld alatti rész, ez az árok bekövezése, szerintem ez segíteni fog azon, hogy körbefussanak és ne lent maradjanak. Aztán lehet, hogy újra szétverik, aminek nem fogok örülni. De addigra szerintem már lesz forgópengénk. Illetve a mai nap elmarad az élőadás, nem lesz a mai nap 20-án, szerdán nincs élőadás. Mindenki kövessen vagy a Discordon az információkat, vagy a Facebookon az információkat, oda kiírom ezt mind időben, hogy tudjatok róla, hogyha elmarad. Szeretnék egy picit ráfeküdni a videókra miatt. Szóval, ja, ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, nézzetek körbe a csatornán, hát ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek, pláne most, hogy nincs annyi videó, nyugodtan nézzetek rá a Chernobylite videósorozatomra. Illetve szép napot nektek. Sziasztok!